Megyünk tovább a gyermek témában. Tehát amikor a lány 40-42 éves lesz, ez meg az utolsó pillanat, amikor szülhet egy gyermeket. Tehát ez a határ. Ha ezekben az években nem szül gyermeket, utána már nem szabad fiziológiailag sem, és pszichológiailag sem. Persze tudom, hogy valaki utána szül, de hát akkor már nagyon nehéz. Tehát ez még az az utolsó 40-41-42 év, amikor még, hát már nem olyan könnyen persze, de szülhet gyermeket. A fiúknak, a férfiaknak viszont 40-41-42 éves korig a csúcsra kell érni a bizniszben. Ilyenkor felér a csúcsra, ismerté válik, sok pénze lesz, másképp néz a világra, és akkor paf, bejön a válás. Tehát ilyenkor nagyon sokan válnak, hiszen itt megváltoznak. És ezt vagy ő nem bírja ki, vagy a párja. És akkor jöhetnek az új kapcsolatok. Ugye, ha valakinek jó biznisze van, ő neki nincs ideje rohangászni kapcsolatok után, akkor vagy lesz egy véletlen kapcsolat, vagy nem lesz. A lányokról pedig már az előbb beszéltem az előző videóimban, hogy ő nekik miért nehéz találni párt. Tehát ilyenkor, ha elválnak az emberek, nagyon nehéz párkapcsolatot találni, egy-két futó kalandot persze lehet találni, azzal sosincs gond, de jó párkapcsolatot már egyre nehezebb, ahogy mennek előre az évek. Nagyon sok ember ilyenkor meg is érti, hogy jó párkapcsolatom már úgysem lesz. Megnyugszanak, és kiválóan élnek így tovább. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, kérem lájkoljanak és iratkozzanak fel a csatornámra.